Restart Extra, szevasztok, köszöntünk benneteket, a péntek esti IT show-t látjátok itt a Fix TV műsorán. Rég találkoztunk, ugye? Hát meg veled meg aztán pláne. Velem meg aztán illetve hát úgy nem, a hétköznapokban azért szoktunk találkozni, de itt a műsorban, már rég találkozhattatok Danival. Sziasztok, itt vagyok. És egyébként én is. Nem tűntem el. Én is, és a Restartban velem is rég, és az Extrában legalábbis, mert az elmúlt időszakban nem volt adás, valahogy soha nem jött össze. Ma úgy néz ki, hogy összejön, úgyhogy reméljük, hát, számítunk azért rá. Azért nyugtával dicsérd a napot, mert egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a számítógépem az nem akar feléledni. Legyél vele türelmes, Dani. Hol romjaiból és jó, mondjuk 1%-os aksival. Holtjaiból, tehát gyakorlatilag a tényes akkumulátoromnak a kapacitása az most életkor. Már nagyon erőteljesen konvertál a nullához egy ideje. Hát, olyan, mint egy öreg ember. Tehát, igen. Hogyha megöregszik, és belassul. És most nagyon nehezen akar bekapcsolni. De amikor egyszer csak majd bekapcsol, akkor utána jó. Csak... Mi szoktad használni ezt a laptopot ugye hétköznapokban? Hát nagyon ritkán. Az a baj. Nagyon ritkán. Tehát azért az aksit azt pláne még, hogyha ilyen állapotban akkor is, akkor meg aztán pláne túráztatni kell. Egy idő után mondjuk cserélni is árt, hát ez már nagyon erőteljesen cserél, szóval lassan egy éve írja, hogy cseréljem ki. Tehát. Igen, amíg 5%-ot nem ér el az aksi kapacitása, addig ilyen lassú lesz, arra készüljél, úgyhogy addig majd az én laptopomat fogjuk. Nagyon jó. Nézni. De nem tudom, látjátok, hogy összeöltöztünk a Wendyvel. Tényleg? Teljesen egyforma póló van rajtunk, csak egymásnak az inverze. Na, ez a Fix Fashion című. De magazin akkor itt a De azért azt elmondanám, hogy ebben semmi szándékosság nincsen, ez most csak így sikerült. Mostanában egyébként szeretem ezeket az ilyen batikolt, hogy minek hívják ezeket a pólókat, ilyen... Maradjunk annyiból, hogy csíkos. Csíkos pólókat, na. Csíkos. Ennyi. Most olyan színekbe bevásároltam, csíkos hogy... Csíkos fejlovam. Na, de ne a divatról beszéljünk, bár arról is szó lesz, mert hát természetesen ugye az informatikai témák között is van olyan, ami a divatról szól, ugye a hétköznapi kiegészítőként használjuk az okos eszközeinket, meg úgy egyáltalán a szolgáltatásokat. Ez egy bámulatos átkötés volt. Hívhatjuk divatnak, ha úgy nézzük. Most mi bajod van az átkötéseid? Semmi. Van? Azért jött, hogy kötözködjék. Na, kezdjünk bele, vannak elérhetőségek, természetesen nézhettek bennünket a Facebookon, a Skype-on nem nézhettek minket, ott csak hallhattok minket, ha esetleg tök be jó. Telefonáltok ide hozzánk, el is indítom azt is, a Skype címünk Fix TV Hungary, vagy tv.fixhd, mindkettő ide vezet hozzánk, úgyhogy bátran csörögjetek, és van egy telefonszámunk is, na azon is lehet csörögni, ez pedig a 44513-49-es, hogy tudom ezt fejből, persze mert én regisztráltam ezt a számot. Úgyhogy, hány éve használjátok ezt a számot? Hát 10, lassan 10. éve. Ez a televízió telefonszáma, és azért 3-4, egy teljesen megegyezhetetlen szám egyébként, de azért, mert a 3-49 ugye a fixet akarja jelenteni, az első 4 számot meg csak megjegyzi az ember, hogy 44-51. Még ha nem is egy ilyen könnyű számról beszélünk. Hívjátok, ha szeretnétek hozzászólni a témákhoz, meg természetesen, ha bármi kérdésetek van, ami informatikai jellegű, akkor várjuk a hozzászólásokat. No, hát mi történt a héten? Sok minden történt, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. A Facebook botránnyal kezdjük szerintem. Melyik? Több ember... Hát több is van, úgyhogy kezdjük mondjuk az első résszel, hogy ugye elég sok emberkét mondjuk úgy, hogy letiltottak. Nem csak letiltottak egyébként, Facebook tisztogatásba kezd. Hát úgy értve, hát az a letiltás gyakorlatilag. Azért mondom én inkább letiltásnak, mert ugye az, hogy törölni a Facebookra egyáltalán magunkat, vagy az, hogy törölnének bárkit is a Facebookra, az ebben a formában nem igaz. Pláne ugye a mostani törlés hullám, ha lehet ezt mondani, is azt bizonyítja, hogy többek, mondjuk mit tudom én, ettől függetlenül a Messengerbe be tudnak jelentkezni, tehát ott megjönnek, tehát megkapják az üzenetet, de válaszolni nem tudnak rá, mert nem tudnak bejelentkezni mondjuk. Tehát látszólag be vannak jelentkezve, mert megjönnek az üzenetek, viszont nem tudnak hozzászólni, mert amint elintják az applikációt, az meg kéri, hogy nincsenek bejelentkezve, és nem is tudnak bejelentkezni, és magára a Facebookra sem tudnak bejelentkezni, mert le vannak tiltva. Hát ezzel kapcsolatban ugye mindenféle bizarr történetek szárnyra keltek, hogy vajon ez miért lehet, biztos politikai vélemény nyilvánított valaki, és akkor most itt jól letiltották, ez a legkisebb valószínűséggel történt egyébként... így. Igen, tehát egy mondatra kapcsolatok, csak közben életre kelt a gépem. Na, tehát hát, a hétnek az egyik
meghatározó beszédtémája, ha talán, ha lehet ezt mondani, ez a Facebook tiltási hullám, meg ez a Facebook törlési hullám. Mert aki a Facebookon beszélget erről, az egy kicsit confused, mert hogy ha le van tiltva, hogy beszélget erről a Facebookon. Tehát én nem találkoztam nekem, ezzel. Nekem egy csomó ismerősöm, több ismerősöm is írt, uh-huh. Ilyenkor mit ír? Hát, hogy tudok erről valamit. De hol írt? Hát más egyéb... E-mailben? Nem. Nem, csak kíváncsi vagyok, hogyha nincs más Facebook, egyéb mit fórumokon. Használna? Aha. Instagram. De az Instagramra, tehát ha valakit letiltanak, akkor az Instagram se tud elmenni. Vagy WhatsApp, vagy mit tudom én, Viber, tehát az összes ilyen, tehát a többi ilyen alternatív útvonalat használva, ami nem a Messenger, többen is jelezték, hogy tudok erről, vagy kérdezték, hogy tudok erről valamit, mert hát egész egyszerűen letiltotta őket a Facebook, és nem tudnak bejelentkezni, és hogy Jézusom, és hogy mi van? Ezért meg néztem, hogy... én is így félig a gépedet, félig téged néztelek, mert így életre kelt a gépet, szó szerint, ahogy te is mondtad. Hogy mi van, mi történt, miért lehet ez, stb. Nem tudnak belépni, azt írja, hogy letiltott, küldött screenshotot, stb. És mondtam nekik, hogy figyelj, fogalmam sincs, engem, hála a jó Istennek, engem nem érintett. Engem sem. Tehát mondom, észre sem vettem azon kívül, hogy egy-két ember nekem is az ismerőseim közül irogatta. Jót mosolyogtam is rajta, hogy hát letiltott a Facebook. De mondom, hát itt vagy, akkor hogy letiltott, majd kiderült, hogy a másik profilját tiltotta le. És akkor rögtön felgyulladt az én kis agyamban a kis lámpa, hogy ja, hogy ma másik profilod? Hát akkor csodálkozol, hogy letiltanak? Ugye? De például olyan visszajelzések is jönnek itt a cikkekben, amiket ezzel kapcsolatban lehet olvasni, itt van például az egyik. A legnagyobb poén, hogy 2 éves kamu profilom él, amit pedig 9 éve használok, azt lenyesték. Hát emberek! Hát most a Facebook az egy igazából ugye egy közösségi oldal, ahova regisztrálsz, általában, vagy legalábbis a célja az lenne, hogy kapcsolatot tarts az ismerőseiddel, az ismerőseid megtalálhassanak téged. De most, hogyha egy embernek több profilja is van, meg nem valós adatokkal van fönn a Facebook, és valójában őszintén nagyon sok ilyen van, akkor hogy várjuk, hogy az ismerőseink megtaláljanak? Miért csodálkozunk azon, hogy letiltanak minket, amikor 2, 3, 4 x profilt is használnak egyesek? Egyébként... Ez tényleg durva, hogy pont azt tiltják le, ami egyébként a kamu, és amit meg egyébként használ, azt meg nem, de hát ez már csak ugye az algoritmusnak a hiányossága miatt van. Ez már egyébként ez a Facebooknak a kamu profilok, meg az álnév, tehát ugye rendes névvel kell használni a Facebookot, tehát van egy ilyen policia, és ez már egy régóta téma alapvetően a Facebooknál, hogy majd el fog jönni az a pillanat, amikor a Facebook azt mondja, hogy megnyomja a gombot, és akkor innentől kezdve az összes algoritmusa által kamu profilnak ítélt felhasználót ő éppen most letilt vagy letöröl. Hát elvileg ez erről történt. Már lehetett, tehát erről, az, hogy törlés hullám van, már ezt hetek hallani. Óta tudjuk, sőt hónapokkal ezelőtt bejárta a igen, tehát ezt mondom, hogy erről már lehetett hallani, igen. És ez valahol várható volt, hogy előbb-utóbb ez hozzánk is el fog érni. Amit én nem értek, az az, hogy nekem olyan ismerőseim is írtak ezzel kapcsolatosan, akiknek nem kamu profiljuk volt, nem használnak másik profilt. Hiba csúszott az algoritmusba. És mégis kitörölték őket. De ez régebben is volt ilyen. Tehát, hogy azért ez úgy a Facebook történetében már elő. Én nem akarom védeni a Facebookot, de a törlés hullám az van, az most zajlik. Ugye a kamu profilok megállítása, illetve törlése. Az, hogy valaki véletlenül belekerül ebbe a szórásba úgy, hogy neki lehet, hogy nincs is kamu profilja. Vagy lehet, hogy nem lehet, hogy egyébként annak az ismerősödnek van egy profil, vagy volt régebben egy másik profil? Az lehet. Na, tehát ezek nem tisztázottak ezek ilyen részleteket nem tudok. Mert mindenki rögtön az, hogy a szemét Facebook letiltott. De ha utána megyünk, azért szerintem mindenkinél lehet találni valamilyen pontot, amiért letiltotta. Engem 2 vagy 3 hete tiltott le a Facebook, de csak a kommenteléseimet tiltotta le, mert ő úgy gondolta, ez is a tisztogatási hullám egy része, hogy bizonyos posztjaim, amit azóta se tudok, hogy melyik egyébként, mert azt így nem mutatta meg, nem találtam meg, hogy milyen olyan posztot tettem volna ki, ami elvileg tiltott és szembe megy a Facebook irányelveivel. Na most én nem nagyon szoktam olyan dolgokat posztolni, ami ezt csinál. Tehát mit én szexuális tartalmú vagy erőszakos poszt. Tehát én nem csinálom. Politikai ilyen. Tartalmú. Politikai tartalmúat múlt se szoktam olyat, ami ordas nagy kamu lenne, vagy valamilyen uszítás jellegű, vagy ilyesmi. Tehát mert ugye ez ütköd. Most az, hogy politikai tartalmú
amit néha kitesz az ember, az egy dolog, de nem uszítás, meg nem gyűlöletkeltés van benne. Tehát azért ezek átmennek azon a bizonyos rostán, pláne, hogy én általában megosztani szoktam ilyeneket, amit már más is megosztott, tehát hogy vagy egy portálnak a cikét osztom esetleg meg, és hozzáfűzök valamiféle véleményt. Most nem feltétlenül csak politikai, csak ha már itt tartunk, akkor természetesen olyan is van, mert hát miért ne lehetne olyan is, hogy nem hinném, hogy ez megy szembe az irányelvekkel. Na mindegy. Tehát nem tudom, mi ment szembe, egy napra letiltottak, visszatérve nem egyébként, tudtam, nem tudtam posztolni. Ja, visszatérve egyébként magára a témára, talán a legfurcsább ebben az egészben, hogy semmiféle közlemény, vagy magyarázat, vagy semmiféle iránymutatás, vagy semmiféle indoklás nem érkezett a Facebooktól annak érdekében, vagy az irányába, hogy egyáltalán megmagyarázza azoknak a több ezer, több tízezer felhasználónak, akit letiltottak, hogy akkor ez most mégis miért. Sőt, nagyon sok helyen megjelent ez a sajtóban is, és sokat lehetett erről ezzel kapcsolatban olvasni, de senki nem állt elő semmilyen magyarázattal, ez az, ami nekem furcsa. Hogy miért nem mondja azt a Facebook, hogy akkor, tehát mert mi most itt találgatunk, tehát hivatalosan nem tudjuk azt, hogy tulajdonképpen miért is tiltotta, vagy miért is törölte le ezeket mert, az embereket. Mert ez lehet, hogy egyénenként változik. Most itt mondtunk egy-két opciót, értem, hogy mi lehet. Értem. És nagy valószínűsége valamelyik ezek értem, közül, értem, de értem. Ez egyénenként eltérhet. Oké, értem, de akkor mondja azt a Facebook, hogy akkor igen, én most beleállok ebbe, hogy akkor igen, én most csináltam egy ilyen tisztogatási hullámot. De és ezt aki, megmondta. És akit töröltek, akkor az így és így tudja visszakapni ilyen, a profilját. Ilyen van, hát a sugó központba bemegy az ember, az akkor is elérhető, ha nem vagy fönt a Facebookon egyébként, vagy nem tudsz belépni. Hát hiszen ugye a segítségnyújtási rész, tehát az ügyfélszolgálat pont az ilyen esetekre van kitalálva. És ott megvan ennek a módja, hogy hogyan lehet visszakérni, illetve írni a Facebooknak. Természetesen, mivel itt azért több milliárdos felhasználói táborról beszélünk, tehát ne azt várjuk, hogy írsz és rögtön válaszolnak, tehát sajnos beletelhet egy-két hétbe. Itt valaki pont írja egyébként, hogy két hozzászólás is érkezett ezzel a kapcsolatban. Például Sanyi írja, hogy sziasztok, eltérnék az informatikai dologtól, de kérnék egy kis segítséget. Nem térsz el egyébként tőle, mert ha Facebookkal kapcsolatos a dolog, hogy letiltott a Facebook a fiókomat, már legalább 20 fiókomat. Ja. Például tegnap csináltam egy új fiókot, egy perc alatt kiírta, hogy tiltva van a fiók. Hogyan csinálják Facebookot, gondolom én, vagy hagyjam a fenébe. Hagyd a fenébe, mert tehát, hogyha egyszer letiltották, akkor lefogják, mert amíg nem azonosítottak be, nem mész végezni az azonosítási procedúrán, amit most nagyon megszigorítottak, teljesen érthető módon egyébként, és itt válaszolnék Robinak is a hozzászólására, aki azt mondja, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, ha megköveznek, ha nem, hogy ebben 100%-ig csak a Facebook a hibás. Ha az elejétől ugye az EULA, tehát az adatvédelmi, igen, tehát az adatvédelmi, meg, tehát az összes, az ASZ-ek, végfelhasználói szerződés, ha lehet ezt mondani, licenc szerződés. Szabta volna meg mindezt az elejétől, hogy csak bizonyos adatok megadása után lehetett volna regisztrálni, nem három adat megadásával, mindez elkerülhető lett volna. Ebben teljesen egyetértünk, Robert. Ebben teljesen egyetértünk, és azért azt ne felejtsük el, hogy egyetlen mondatot hozzá akarok tenni, hogy most ugye a GDPR szabályozásnak az életbe lépések kapcsán azért nagyon megszigorodtak ezek a szabályok, az egész Európai Uniós szinten. Nem csak, hogy megszigorodtak, hanem a Facebook erre külön felhívta körülbelül egy évvel ezelőtt, valamivel több, mint egy évvel ezelőtt, tavaly március környékén a figyelmet. Minden felhasználónak szerintem előugrott egy ekkora ablak, hogy azonosítsa magát, ugye? Hát azt, aki nem tette meg, ez körülbelül olyan, mint amikor a mobiltelefonos történetnél is ugye ez a helyzet, hogy kell a szolgáltatóval adatot egyeztetned. Aki nem egyeztet adatot, le fogják tiltani a telefonszámát. És csomóan mennek fölháborodva utána a szolgáltatóhoz, hogy neki miért tiltották le a számát. Azért, mert nem egyeztettél adatot. Hát megmondták, felhívták a figyelmet, a Facebook is felhívta a figyelmet. Emlékszem, nekem is a személyimet, meg mindenemet ott szkenneltem be, és küldtem el nekik, hogy ezt remélem mindenki megcsinálta. Ja, hogy nem? Hát akkor mind csodálkozunk. Tehát, hogy így azonosítani kell magadat. Az, hogy csinálsz 20 fiókot, és akkor itt Sanyinak a válasza,
azzal nem azonosítod magadat, hanem gyakorlatilag kapásból spamelésnek fogja venni a Facebook, mert hát ugye miért kéne neked 20-szorra is megcsinálni ugyanazt a fiókot, majd egyszer csinálj egyet, azt azonosíts, és várj, ha meg már küldtél információt, küldtél azonosításra alkalmas okmányokat, ami persze megint GDPR kicsit, tehát ebbe is bele lehetne kötni, na de most vagy igénybe veszel egy szolgáltást, vagy nem, túl van ez a része tolva, de természetesen ez a szabályozás miatt van így. Nem mondanám 100%-osan én viszont azt erre, hogy ez a Facebooknak a hibája. Ez nem hiba, ez az, hogy az embereknek nem csak használni kéne egy szolgáltatást, vagyis hát igen, de hogy egy kicsikét körültekintőbben kellene eljárni. Rengeteget beszélünk erről, Vendi, hogy tudatosan kellene, tehát tudatosan kellene kicsit használni az internetet, mindent. Meg tudatosan kell használni a számítógépeket, de sajnos az a tendencia, amit én látok, hogy nagyon-nagyon sokan tényleg csak felhasználói szinten, idézőjelben felhasználói szinten vannak az internet, meg így az egész technológiai eszközök kapcsán, és nagyon-nagyon sokan csak kattingatnak, de fogalmuk sincs, hogy hova és mit fogadunk el, stb. És ez óriási probléma, amit most te meg én nem tudunk megoldani. Nem is tudunk, ezt a Facebook fogja tudni megoldani, csak azt kell, hogy mondjam, mint az előbb is de nagyon már, sokat beszélünk hogy erről, nagyon, hogy igen, tudatosan kellene használni. Mi igen. Azt gondolom, és most itt megveregethetjük a saját vállunkat, bár nem szeretnénk túlságosan egóba elmenni, hogy mi ezt folyamatosan felhívjuk erre a figyelmet, hogy erre figyelni kell. Mind az adataink biztonsága érdekében, de úgy egyébként is egy szolgáltatás kapcsán, ki az, aki, most tegyük megint a szívünkre a kezünket, ki az, aki elolvas egy ilyen felhasználói szerződést? Soha senki nem olvas, sem mindenki csak végiggörgeti, vagy tovább, vagy bármi, de nem olvassuk el. Még akkor se, egyébként, amikor nagyon soknál úgy van most már megírva ez az elfogadható, tehát akkor tudsz rámenni arra, hogy elfogadom, hogyha igen, legörgeted az aljára. Igen, de hát mit csinálni, hogy rögtön legörgeti. Ezzel is arra próbálnak sarkalni, hogy igen, jó, olvasd igen, végig. Itt megint bejön az. De tény is való, hogy mondjuk egy, ha még mondjuk most már a Facebook esetében magyarul van, de pláne ha angolul pont van. Pont ezt akartam mondani. Egy kemény, száraz jogi szöveget senki nem olvas végig. Tehát azért ne igen, ringassuk illúzióba magunkat, meg ne legyünk álságosak, ezt senki nem olvassa végig. Én is olvastam végig, bevallom őszintén, de én azért képbe vagyok ezzel kapcsolatban, szinte 100%-ig biztos vagyok benne, olyan túl nagy újat nem tudnának mondani, ha végigolvasnám. Mert azért az ember úgy, aki használ ilyen szolgáltatásokat, meg képben van az egésznek a hátterével, most a jogi dolgok az egy kicsit más kategória persze, de úgy nagyjából tudja, hogy persze, hát azért itt egy szolgáltatásról beszélünk, ráadásul egy közösségi oldalról, ahol igazából nem a saját magatok avatárjai vagytok gyakorlatilag, de azok ti vagytok. Tehát, hogy logikus, mindig is szoktam húzni ezért a számot, persze csak azért felhívjam rá a figyelmet, hogy nem regisztrálunk több profilt. Tehát, hogy egy embernek egy profilja van. Úgy, mint a személyiből se lehet kettő személyid, egy személyid, mert egy személynek kell lenni, mert te vagy az egy személy, az azonosít téged. A Facebookon, akkor a Facebookon a te profilod vagy te. Innentől kezdve neked több profilod van, akkor ne csodálkozzunk azon. Jó, tudom, nagyon sokan azért csinálnak másik profilt, meg lehet mindent magyarázni, mert az előzővel gondolt, elfelejtette, inkább csinált egy másikat. De sajnos ez nem így működik, attól még a másik profilod ott van. Tehát, hogy oké, tudom, ez rossz párhuzam a személyével, mert azt elveszíted, akkor kapsz egy másikat. Na, de a régit viszont be kell jelentened, és azt letiltják gyakorlatilag, hogy ne legyen visszaélés belőle. Tehát itt is az a helyzet, hogyha valami történik a Facebook fiókoddal, akkor azt a Facebooknak jelezni kell, és nem csinálni egy másikat. Most már nem is nagyon van rá lehetőség, hogy másikat csinálj egyébként, hanem jelezni kell, hogy baj van az előzővel. Ha oké, hogy most uramisten azonnal, mert ilyenek vagyunk mi emberek, és te rögtön akarod használni, és idegesít, hogy nem tudod használni, de sajnos ezzel meg nem tudsz mit tenni, mert a Facebook bármekkora nagy szolgáltató is, ha úgy nézzük, nem képes több milliárd ügyfelet, vagy nevezhetjük ügyfélnek, felhasználót inkább úgy mondom, egyszerre kiszolgálni olyan szinten, hogy ilyen mértékben most az azonosítást elvégezze. Ugyanis ennek pont abból kifolyólag, hogy ezt ők megpróbálták szoftveresen. És ez 100%-ig biztos vagyok benne, hogy egy algoritmus hibája miatt van ez. Bár egyébként teszem hozzá az algoritmust, akkor onnan is kéne tudni, hogy most ki a valós, meg ki nem. Tehát logikus, hogy csak az alapján tudja, hogy ha valaki azonosítva van, akkor az több, mint valószínű, annak nem fogják letiltni a profilját, ha ténylegesen beazonosítható, és az algoritmus be tudja azonosítani. Ha nem tudja, logikus módon le fogja tiltani. Ilyenkor jönnek az emberi beavatkozások, amikor odaül
Bözsike, és majd összehasonlítja a te személyi okmányoddal, hogy tényleg te vagy-e az, és ha igen, majd engedélyezni fogja. Csak sajnos több milliárd ember esetén Bözsikének nagyon sok dolga van, tehát ez el fog tartani, lehet, hogy hetekig. Úgyhogy nincs mit tenni, ki kell várni. Tehát akit letiltottak, ez egy nagyon kellemetlen helyzet, ha teljesen jogtalanul tilt, szerinted jogtalanul tiltottak, akkor is egy kellemetlen helyzet, de nem tudsz mit csinálni, mint az, hogy jelezni a Facebook felé, és várni, amíg válaszolnak rá. Ez sajnos el fog tartani egy ideig. De az nem megoldás, hogy regisztrálunk egy újat, mert nem fogja hagyni. Tehát, hogy a legtöbb esetben ez nem fog működni. Tehát mert megint csak átverésről beszélünk, még hogyha nem is szándékosan akarod átverni a Facebookot, mert nem átverni akarod, csak te használni akarod, és inkább regisztrálni akarsz. De nem tudsz, értsd meg, és ezt az algoritmus megint kamu profilnak fogja venni. Tehát ez a történetnek a lényege, türelem. Jó? Türelem, és tessék jelezni a Facebook felé ezt a dolgot. Igen, egyébként ez is érdekes, hogy például itt írja nekünk Dániel, hogy ő se szkennelte be a személyét, és mégis itt van. Lehet, hogy csak időkérdése. Tehát ez a tisztogatási hullám, ez nem ért véget. Ez elindult, és ez tart. Tehát, hogy lehet, hogy már most beszélünk, és már lehet, hogy nem leszel itt. Vagy lehet, hogy holnap, vagy holnap után, vagy azután fognak letiltani. Vagy az is lehet, hogy valamilyen utómódon be tudnak azonosítani. Tehát nem biztos, hogy csak a személyid, egyébként sem a személyi feltétlenül, ami kell hozzá, hanem valamilyen arcképes bármi. Tehát lehet, hogy egy fotód alapján valahogy már be tudnak azonosítani. Fogalmam sincsen, hogy milyen módon használja ezt a Facebook, vagy milyen módon tud. Egyébként ez is egy kicsit ugye GDPR, hogy mondjam, inkompatibilis dolog, hogy nem egyértelműen mondja meg, hogy mi alapján azonosít téged. Hát igen. Tehát, hogy így azért mégis, akik nincsenek letiltve, ők is aggódhatnak, hogy ha jó, én nem vagyok letiltve, de honnan tudja, hogy én vagyok. Tehát, hogy mert érted? Tehát hát mi lehet, alapján? Hogy Cuki bácsinak a kémiai ott ülnek az ablakad alatt, vagy a szemben hát valahogy biztos, hogy tehát valahogy beazonosít. Tehát gondolom én a profil, hogyha azok nincsenek veszélyben, Dani, várjál, pont te például, mindjárt megnézzük, hogy te például veszélyben vagy-e. Most bocsánat. Lehet, hogy te nem feltétlenül vagy veszélyben, mert azért van egy pár fotót fönn a Facebookon. És lehet, hogy ezek alapján ő azért a több fotóból, régi posztokból, tehát mit tudom én, x évre visszanyúló posztokból, és a te általad kitett fotókból, ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy te nem vagy kamu profil, és ezért nem tiltott le. Meg mondjuk az egyébkénti profilképeden is a saját fotód van. Mert ha valakinek nem a saját fotója, vagy kiskutyát, kismacskát tesz ki, meg mit tudom, többen vannak a profilképén, és állandóan többen vannak, vagy nincs róla egy normális kép, azok sokkal gyanúsabbak. Értem én, hogy nem muszáj megadni, bár egyébként teszem hozzá, erről is beszéltünk már, hogy szerintem pont ez a lényeg a Facebooknak, hogy legalább egy kép legyen már kint rólunk, nem? Tehát ne a kutyánkról legyen kint kép, meg a macskánkról, meg mindenféle rajzok legyenek kint rólunk, hanem mi hanem a profilképünk, hanem mi legyünk. Hát ezek alapján tud, tehát elveszíti a létjogosultságát a Facebook. Tehát az a lényeg, hogy az ismerőseiddel tartsd a kapcsolatot, meg megtaláljanak téged a Facebookon. Jó, de te is tudod venni, hogy tehát alapvetően, főleg itt az utóbbi időszakban azért az, amit a Facebookon az emberek mutatnak magukról, az nem mindig feltétlenül fedi a valóságot. Ez a probléma. Érted? Tehát, hogy tehát ez egy ilyen tehát nagyon-nagyon sokan, tehát van, vagy te kis Wendel, vagy igen, valaki, és akkor a Facebookon, a Facebookos profilod alapján, hogyha valaki tájékozódni akar, akkor az tud lenni egy ilyen nagyon, nagyon kirakat világ is, vagy egy olyan dolog, amit tényleg csak azt teszed ki, ami szép és jó, és akkor mindenki azt gondolja, hogy mennyire rendben van, és akkor mindent, hogy mennyire mindenki nem érdekel. De most nem ezt, most csak arra felmondom, tehát, hogy persze, de most ezt nem, tehát neved magadra, most ez csak egy példán keresztül, tehát ezt az több ember van ezzel így, magamra. Most nem azt mondom, hát hogy konkrétan te ezt csinálod, de nagyon sokan ezt csinálják, hogy tényleg megpróbálnak egy olyan állarcot, vagy egy olyan nem valós személyiséget felépíteni maguknak a Facebookon, amilyenek ők valójában ez nem. Ez az ő bajuk. Most bocsánat, ezt mondom, de ez az ő bajuk. De alapvetően a Facebooknak, tehát lehet ezt csinálni, mert senki nem tiltja meg. A Facebook se tiltja meg feltétlenül, hogy te azt egy... Tehát nem mondja meg, hogy te mit tehetsz ki.
Valamilyen szinten igen, az, hogy mit nem, azt tiltják, vagyis azt megmondják valamilyen szinten, az, hogy mit tehetsz ki, vagy illetve, hogy kötelező-e kitenned valamit, az sem tilt. Tehát, hogy ez nincs kőbevésve, de elveszti az egész a közösségi oldal jellegét, hogyha nem így állnak hozzá az emberek, hogy magukat adják. Most az, hogy egyébként pedig egy kicsit megjátsszák magukat bizonyos emberek, vagy mit tudom én, annak nincs köze az, hogy mondjuk kimarul egy fotó, mert hogy azonosítható-e, vagy sem, hogy az ő az. Meg így most, bocsánat, de az ismerősökkel való kapcsolattartásra van első körben szerintem ez kitalálva. Persze vannak már csoportok, meg oldalak, meg nem tudom, tehát tovább megy ez ennél, de alapvetően az embernek az ismerősei, azok valószínűleg a való életbe is ismerősei, tehát nem a Facebookról fogja őt újra megismerni. Maximum egy olyan oldalát is megismeri, amit lehet, hogy eddig nem ismert, vagy a Facebookon jobban megismeri a másikat, még hogyha az lehet, hogy egy álca is, hogyha most pont ebből indulunk ki, de látja napi szinten az esetleges posztokból, ugye, hogy az adott emberrel mi történik. Még ha lehet, hogy ez egy ordas kamu is. De látja. Tehát ugye ez a lényeg ennek az egésznek. A kapcsolattartás, az egyfajta kíváncsiság kielégítés is, ugye, hogy azért lássák az emberek, hogy nincs időd valakivel találkozni napi szinten, vagy heti szinten, vagy távol él, akkor azért lássál róla információkat, mert az emberek ilyenek szeretik tudni, hogy mi van az ismerőseik. Nem? Sőt, olyan emberekről is szeretnek tudni, akik nem is az ismerőseik, hát ugye pláne itt nálunk kicsi országunkban, aztán a való világ és társai, ugye azok itt hódítottak szerintem Európában a legjobban, de persze most ezt hagyjuk, mert a világ más részein is hasonlóan. De ilyen az ember, na kíváncsi. És erre tökéletes jó a Facebook, hogy ezt a kíváncsiságát kielégítse az embereknek. Nek. No. Úgyhogy... Érkezett egy kérdés egyébként. Laci kérdezi tőlünk, hogy utólag hol lehet beazonosítani magadat a Facebook felületén. Én nem tudom. Az a baj, hogy ki kéne lépni. Most olyan kienged? Igen. Vendik. És akkor itt van egy olyan, hogy mindjárt megpróbálom megkeresni, mert én sem használtam még ezt így, de van itt egy olyan valahol, hogy... Login? Hogy nem. Hát először is help. És akkor a helpen belül ugye jönnek a szokásos tematikus kérdések. I can't login to Facebook. Így van. I can't login to the Facebook. Van? Igen. I can't login to the Facebook. És akkor elvisz a help centernek a megfelelő részére. Az a baj, hogy sajnos angolul van. Tehát, try recovering your Facebook account. Így van. Azt mondja, hogy figyelj, facebook.com/login/identify. Sőt, szerintem csak a sima identify. Beírod, és akkor... Elég. Így van, beírod ennyi. A telefonszámodat, vagy az e-mail címedet, ugye, ami meg volt adva logikus módon, vagy amivel használod, mert sokféle és módon akkor jelentkezni. És akkor rákeres a Facebook, megnézi, hogy megtalál-e. Ha nem talál meg, akkor további lépések jönnek. Hát most hogy keresek úgy rá, hogy ne találjam? Most nem akarok ezzel kísérletezni, mert nehogy utána meg engem is azért írtsanak le. De a lényeg, hogy ott a Facebook fő oldalán van lent egy help, és ott a help centerbe szépen végig tudod navigálni a történeteket. Vagy ha valakit kimondottan letiltottak, mert szerintem arra is van itt opció, tehát hogy nem az, hogy nem tudsz bejelentkezni, hanem nem tud, igen, hogy az accountod miért lett disable-re téve, tehát hogy miért lett letiltva, arra is vannak itt magyarázatok gyakorlatilag, ugye, hogy fake nevet használsz, kapásból ugye impersonating tiltott. Impersonating someone, tehát az a nem kívánatos. Valakit, valakit megszemélyesítesz. Tehát, igen, tehát hogy nem vagy önazonos, úgymond. Tehát nem te nem, vagy nem az, valóságos. Nem valóságos profil, vagy. Olyan viselkedést engedtél meg magadnak a Facebookon, ami ütközik a közösségi standardekkel. Contacting illetve, other people for the purpose of harassment, advertising, promoting or other conduct that's not allowed. Igen, tehát hogy csak azért vagy fönn a Facebookon gyakorlatilag, hogy valami terméket, vagy valamit hirdessél, népszerűsíts, tehát nem egy valódi valaki vagy, hanem egy robot igazából, vagy egy ilyen social media, nem is tudom, bot vagy. Sok ilyen van egyébként, teszem hozzá, ez sem megengedett. Egyébként nagyon sokan csináltak régebben ezt is, hogy konkrétan tudok róla, hogy az Instagram, meg nem konkrétan a Facebook, de például Instagram profilokkal sefteltek. Hogy mit tudom én, akkor most az egyik oldal felépített magának egy 3 vagy 4 ezres követőbázist, és akkor aztán eladta. És lenne lett belőle egy tök más oldal. A legtöbb több százezres oldal, pláne itt Magyarországon, az körülbelül így jött össze. Meg ugye lehetett venni lájkokat, azt se felejtsük el, a különböző oldalaknak volt egy időszak, sőt, még megmerem kockázni, hogy most is van ilyen, mert hogy ez pontosan így működik, amit te is mondtál, hogy megszűnnek oldalak, és be lehet olvasztani egy másikba esetleg, ugye? És azt veszed észre, hogy te követtél egy oldalt, aminek mondjuk nézted a
posztjait megkövetik, és akkor így megjelenik a feededen, mert ugye ez is egy algoritmus alapján határozza meg, hogy mi az, amit mutat, és mi az, amit nem. De megjelennek a feededen, és akkor egyszer csak így eltűnnek, vagy aztán egy teljesen más, egy olyan oldalnak a posztjai jelennek meg, amit te egyébként nem is követsz, és azt sem tudod, hogy ez éppen micsoda. Igen. Én jártam így nem is olyan régen egyébként, hogy követtem egy oldalt, és... És utána egy teljesen akkor, másik oldalt és akkor egyszer csak egy más, igen, tehát hogy gyakorlatilag hát egyik napról a másikra, egyik napról a másikra eltűnt az összes poszt, és egy teljesen más jellegű oldal lett belőle, amit nem tudtam hova tenni. Az az igazság, igen. Tehát ezt kimondottan a Facebook irányelvei például tiltják. Az, hogy ettől függetlenül ezt meg tudják félig meddig csinálni ügyes social marketingesek, az egy dolog, de ettől függetlenül ez tiltott, tehát ezt nem szabad ilyet csinálni. Ennyi. Ja. Úgyhogy ezek az okok, tehát még egyszer mondom, a Help Centerbe bemész, login per identify, ahogy az előbb a Dani mondta, ott tudod megnézni a dolgokat, és ott tudod kérelmezni azt, hogy azonosítsanak, mert ott végigmész akkor szépen egy ilyen procedúrán. Mondom, itt nekem most angolul van, ezt nem tudom, hogy ez magyarul is elérhető-e, én szerintem egyébként igen, csak most az inkognitó mód miatt van nekem angolul, de ha más nem, akkor ha Google-be csináljátok a Google fordítót, bekapcsoljátok az automatikus fordítást, az nagyjából helyesen le fogja fordítani, hogy mik a teendők. Igen, jó, ha valaki mondjuk ezt esetleg nem tudná. Hát, okay. Mondjuk. Zsolt is azt írja, regisztrációnál kellett a személyt bemutatni. Neked igen. Van, aki régebben regisztrál, ez körülbelül egyébként olyan 3 éve van, hogy kell a személyi hozzá, vagy valamilyen okmányt. Be tudsz regisztrálni, és be is enged, azt hiszem, de folyamatosan azt fogja földobálni, bár lehet, hogy most pont ezt szigorították meg, hogy most már be se enged, csak hogyha létrehozod a dolgokat, mert én emlékszem, hogy nem is tudom, kinek regisztráltunk, tehát amikor anyukámnak regisztráltunk még jó pár évvel ezelőtt, neki volt az, hogy beengedett minden, de állandóan dobálta föl, hogy azonosítsa magát. És azt egy idő után meg kellett csinálni, különben kitiltják. Uh-huh. Tehát, hogy ez fontos. Nagyon régen nem volt ilyen, de most a GDPR-nál, mert ugye én még amikor emlékszem, akkor meghívós alapú volt, még amikor én regisztráltam a Facebookra, tehát nem is lehetett regisztrálni, hanem ha valaki meghívott rá, akkor... 11 éve lassan regisztráltam a Facebookra. Tehát én is 2009-ben azt hiszem, de akkor még meghívós volt. Tehát nem tudták, én nem emlékszem már rá, hogy meghívós volt, de lehet. És akkor valaki küldött meghívót, és az alapján tudtál regisztrálni. Egyébként az is egy jó megoldás volt akkoriban, mert akkor az ember effektíve úgymond felelősséget vállal a másikért. Tehát, hogyha meghívásos alapú a történet. És akkor a GDPR, amikor volt ugye tavaly előtt már elkezdte a Facebook nyomatni, hogy azonosítsa magát az ember. És kellett. Sőt, én emlékszem, már lehet, hogy korábban is azonosítottam magamat, mert egyszer kizártam magamat, és már akkor kellett azt hiszem azonosítani. Én a telefonszámot adtam meg. Telefonszám meg is jó, és akkor visszaigazoló... És akkor nem kell a személy. Így van. Visszaigazoló SMS, meg mit tudom én, és azzal is meg lehet oldani. Tehát, hogy van erre többféle megoldás, az a lényeg, hogy kétféle azonosítást fognak tőled körülbelül kérni. És az a kétfélén átmész, akkor utána engedélyezik. Csak idő. Jó? Tehát egyébként, bocsánat, tehát Jenőnek is igaza van, azt írja, hogy megnövekedtek a szexuális tartalmú jelölések is, ezzel én maximálisan egyet tudok érteni, mert engem naponta több ilyen teljesen láthatóan kamu profil jelöl be, teljesen azt, tehát hogy ilyen, mit tudom, én mindjárt mondok egyet, mert talán lehet még most is van, bár egyébként nem tudom, szerintem lehet, hogy hát nem, most pont nincsen, mert ugye ezeket így folyamatosan törlik, meg én mindegyiket jelentem is, hogyha egy ilyen jelölésért. Tessék, Erné Zakira Aftani például. De ilyenek vannak, én ezeket fogom, ezt törlöd. Oli Ruiz. De mi nem törlöd? Nokola Popolíció. Tehát, hogy ilyen teljesen random. Tényleg. És idegesítés, de mindegyiket szoktam jelenteni, aztán egy idő után törlik őket. A Roland írja, hogy sziasztok, szép estét, az én profilom 2009 óta létezik, akkor neked is régen már. Nekem nem volt még problémám ezzel soha, mióta kell személyi ahhoz, hogy regizz egy programhoz. Kérdőjel. Igen, tudom, csak próbálom értelmezni, hogy
hogy, hogy mióta kell. Hát meg program, az nem egy program, ez egy szolgáltatás igazából. Elvégre nem a határon megyek át, és nem hivatalos személy a Facebook sem. Nem, de megtagadhatja, ha nem tud beazonosítani, hogy, hogy ne használd a szolgáltatását. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Ez olyan, mint a dohányból se egy hatóság, de hogyha te nem azonosítod magadat, és nem, derít, nem tudják kideríteni, honnan kéne kideríteni, azért elhiggye neked, hogy te már 18 elmúltál mondjuk. Tehát hát van, akiről mindegy. Azért ránéz is. Van, akiről meg lehet, de most ezzel alapján nem lehet kiindulni, el fogja kérni a személyt, és ha nem adod oda a személyt, akkor nem köteles kiszolgálni. Ez ennyire egyszerű ez a történet. Jó. A Facebooknál is ugyanez, nem jó, kötelező használni a szolgáltatást. Hideg van, ugye lekapcsoljuk a légkondit akkor. Már pont rám fúj. És hogy közben azt írod még, hogy ez már nagyon kezd az emberek beazonosítására kialakulni. Tiszta Amerika, mint a sorozata a célszemély. Hát, szerintem nem olyan nagy baj, ha az emberek be vannak azonosítva. Tehát ettől úgy nem értem, hogy miért félünk annyira. Bár mondom, ez az én véleményem mindenkinek vált. Tehát, hogy oké, nem arról beszélünk, hogy totális megfigyelés, mint Kínában, hogy minden egyes lépésedet figyeljék, de én azt gondolom, hogy pont a saját érdekünk az, hogy be legyünk azonosítva. Hogyha valami probléma történik, mondjuk föltörik a Facebook fiókodat, akkor te azt jogosan vissza tudjad szerezni. Tehát azért kell, hogy beazonosíts, mert innentől kezdve, én nem adok meg semmilyen adatot, én nem izé, de azért azt elvárod, hogy megoldják a problémát, ugye? Tehát nem megy a kettő együtt. Tehát vagy vadsz ki valamiféle információt magadról, amit természetesen a Facebooknak, mint szolgáltatónak, vagy szolgáltatásnak, a megfelelő adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell ezekkel az adatokkal rendelkezniük. Tehát ezt nem adhatják túl harmadik félnek, tudom, Cambridge hát, Analytica, tehát pont a Facebooknál csúszott bele már abba egy párszor a cég, hogy már kevesen mernek ilyen módon megadni adatokat, de most őszintén, tehát mi bajod lesz abból, hogyha megadod a telefonszámodat a Facebooknak? Fölhívnak? Na bum! Nem vagy kíváncsi mondjuk, de egyébként nem fognak felhívni, meg nem fogják továbbadni ezt, vagy legalábbis nem tudom, én miért van az, hogy sose futok ezekbe bele? Tehát, hogy persze egy-két telemarketinges megkeresést én is kaptam már, mert valahonnan tudják a számomat, de mint utóbb kiderült, nem én adogatom meg a számomat senkinek, és nem a Facebook, tehát most nem is akartam ezt ide keverni, hanem egyszerűen ezeket úgy hívják, hogy ilyen, hogy hívják, hideg megkeresés, vagy tehát mit, random próbálnak telefonszámokat hívogatni, és akkor egyszer csak becsúszik. Vagy mit tudom, én volt már olyan, ez mostanában nem is olyan rég, hogy rendszeresen valami doktort kerestek rajtam. Kiderült, hogy a Székesfehérvári kórházban valamiért az én telefonszámom, nem doktor kisvenne, nem doktor, nem tudom kicsoda, de rossz számot adtak meg, vagy adtak le a kórházban, és folyamatosan mindenkinek az én számomat adták meg. És tőlem akartak időpontot kérni, hát mondom, nagyon sajnálom, de nem igazán hiszem, hogy van értelme nálam időpontot kérni. Tehát, hogy most persze ilyen tévedések vannak, de ne ebből induljunk ki. Visszakanyarodva a Facebookra, mert tényleg elmegyünk nagyon más irányba, hogy most már azért lassan lépjünk is tovább. Tehát igen. Szerintem ne parázzuk ezt ennyire túl. Tehát aki nem akar adatokat kérdezni, ne adjon, de akkor ne csodálkozzon, hogy nem fogja tudni megoldani a problémáját a Facebook. Szóval nem kell ezt ennyire, hogy most megfigyelés, meg minden, csak azért, mert esetleg valahogy be akarnak téged azonosítani. Ez a te saját érdeket, hogy beazonosítsanak. Ezt hát értsük, valamilyen meg. Szinten, nem? Igen. Hát te akarod használni ezt a szolgáltatást, és te akarod utána biztonságban tudni magadat. Figyelj, százszónak is egy a vége, hogyha véletlenül tényleg valakit letiltott a Facebook, és most nézi az adást, az ne ijedjen meg, mert vissza lehet szerezni azt a profilt, csak tényleg azonosítani kell magadat, és akkor biztonságosan vissza fogsz kapni minden adatot és minden. Tehát a saját oldaladat, tehát hogyha kezelsz egy oldalt, például azt is követőbázisoddal együtt, szóval nem kell megijedni, Jézus, meg lehet oldani. Nagyon sok mindent elfogad egyébként a Facebookon, a Laci tett ki most egy linket, arra rákattintotok, hogy meg lehet látni. Nagyon sok mindent elfogadnak. Születési anyakönyvi kivonat, jogosítvány, útlevél, házassági anyakönyvi kivonat, hivatalos névváltoztatási okmány, igazolni saját személy, magadat. Törzsi személyi azonosító és státuszigazoló kártya, az nem tudom mi. Magyarországon szerintem ilyen nincs is, vagy van? Van törzsit nem. Náluk? Nincs. Nem tudom. Szavazói személy azonosító. Kártya, csak vízum, szóval sok minden van. Sok mindent elfogadják. De elfogadják a bankszámla kivonatodat is. Hát ez nagyon az fontos. Az mondjuk kevésbé ötletes, fontos. De azzal is azonosíthatod magadat. Vagy egy csekket is elfogadnak, tehát egy névre szóló csekket, hogy neked jön a villanyszámla. Hú, meg tudják mennyi a villanyszámla, na bum, mi lesz belőle. Tehát, hogy de hogy ott van az azonosítás. Hát azt amúgy is tudhatják. Hát azért most basszus, hát nem GP. Zuckerberg tudja, hol laktok. És akkor mi van? Átjön?
Szívesen látom egyébként kerti partira, és köszönöm. Tehát, hogy ha... Egy jó grillt csapnánk, nem? De tényleg, igen. Na jó, szóval bármi, nagyon sok mindent elfogadnak az a négy, tehát nem muszáj a személyét, mert ugye ez is a bőrod nem oda a személyi, mert most visszaélésre adok. Kétségtelen. Bármilyen azonosításra alkalmas azonosítóval vissza lehet élni az ember. Úgy, ezért kell többszörösen bevédeni magatokat, és például a Facebookon, hogy ne csak a letiltásról beszéljünk, van a kétfaktoros azonosítás, azt is érdemes használni pont az ilyen visszaélések elkerülése véget, ugye, hogy a telefonodra jöjjön egy értesítő, hogy idegen helyről volt bejelentkezés, jóvá hagyod, de tehát be se engedjen addig, amíg te ott nem nyomod meg, hogy igen, ez én vagyok. Tehát, hogy ezeket itt tessék bekapcsolni, és akkor nincs para, nem? Igen. Na, menjünk tovább tényleg, következő. És vegyünk most ide egy nagyon fontos témát, ami mindenképpen szeretnék, vagy amit mindenképpen szeretnék, hogy foglalkozzunk vele. Na. Méghozzá... A telefonlopás, ami megint csak ugye... Mert ez is most egy nagyon fontos, és egyébként egy nagyon ötletes... Nem, nyilván nem akarom ezt így ebben a megvilágításban tálalni, de egyébként egy nagyon ötletes trükkel kezdtek el mostanában iPhone-okat lopni Budapesten. Hát gondolom nem innen vették az ötletet tőlünk, de már nem. Nálunk is használják. Valószínűleg nem, és most én elolvasom nektek, én is találkoztam egyébként ezzel a poszttal, tehát nekem konkrétan az eredeti poszt is feljött a Facebookon. Vigyázz a személyes információkkal, ha van benne esetleg. Persze, mindenképpen. Egy Facebook posztról van szó, de egyébként ez megtalálható és nyilvános az interneten. Tehát. Mindenki elolvashatja, aki akarja. Na, tömören röviden a lényeg. Ugye azt írja egy fiatal lány, hogy korábban jelezte, hogy június 12-én ellopták a telefonját egy iPhone 8 Plus, egy 256 gigás ráadásul egy iPhone 8 Plus-t a Deák térnél, majd egy nappal később kapott egy SMS-t az alábbi szöveggel, hogy az ön iPhone 8 Plus 256 GB készüléke ideiglenesen csatlakoztatva lett egy másik iCloud fiókhoz, a pontos helyzete, kettős pont és egy link, üdvözlettel Apple Support. Az SMS egy olyan telefonszámról jött, ahol korábban már kapott ilyen SMS-t, hogy az ön Apple ID ellenőrző kódja kettős pont valamennyi. Sajnos a tehát linke... meghamisították majd az SMS számot is. Sajnos a linkre kattintva belépett és megadta az iCloud jelszavát, na ez a nagy baj. És ezért kapott egy, és akkor ezzel cserébe kapott egy Find My iPhone képet a telefon pontos helyéről, majd pár másodperc alatt törölték is gyakorlatilag a telefont. A helyszínen kiderült, hogy egy nyilvános Wi-Fi parkban volt a telefon, másnap egyeztetett az Apple ügyfélszolgálattal, és kiderült, hogy az Apple soha nem kéri, hogy akár e-mailben, akár SMS-ben magadd az iCloud jelszavad, ez a legfontosabb. Tehát, hogyha akármikor, akárkivel, bármi hasonló előfordul, nem feltétlenül most itt csak arra gondolok, hogyha ellopják a telefonját, hanem úgy egyébként is az Apple, és itt nem csak az Apple egyébként, sem az Apple, sem a Google soha nem kéri, hogy SMS-ben, vagy e-mailben, vagy bárhol megadd a belépéshez használt. Nem is itt, de nem is itt se azt kérte, hogy a SMS-ben add meg, hanem az, hogy volt az SMS-ben egy link, amire ha kattintottál, akkor elment egy oldalra, és azon az oldalon keresztül be kellett jelentkezni. De ilyet szoktak a szolgáltatók is csinálni, hogy megkapta a telefonszámláját, kattintson, hogy befizesse. Hát ebből is szoktak visszaélések lenni. A Vodafone, Telekom, Digi-nél is legutóbb volt már ilyen, hogy jön egy értesítés a számládról gyakorlatilag, és rákattintva az SMS-ben lévő linkre, te ott oda vezet arra az oldalra, hogy ezt be tudod fizetni. Na most itt ugyanez a helyzet, hogy oda navigált csak éppen egy olyan oldalra, ami kísértetiesen hasonlította az iCloud-nak a bejelentkezési felületéhez, és a kedves hölgy ott bejelentkezett, majd kiderült, hogy nem azon az oldalon jelentkezett be, mert az egy kamu oldal volt. Tehát megtévesztő oldalon keresztül jelentkezett be. És gyakorlatilag, mivel bejelentkezett, beírta a felhasználói nevét, tehát vagyis az e-mail címét és a jelszavát, tehát ez így, ahogy van, landolt a hackereknél. Ez így van, pontosan. Mert hát nem a hivatalos oldalon ez keresztül van, pontosan. És akkor hát adódik a kérdés, hogy ugye egy ilyen oldal, ami ilyen hivatalosnak látszik és eredetinek látszik, akkor azt honnan lehet megállapítani, hogy az most kamu? Hát nehéz, ezért kell a szolgáltatóknak is arra törekedni, hogy hogy az webcímükben mindenképpen szerepeljen teljesen egyértelműen azonosíthatóan az vagy a nevük, vagy a szolgáltatás neve, vagy valami, és ne ilyen lcloud.map.com, hát mikor használ ilyet az Apple ilyen kódot most őszintén, vagy ilyen webcímet? Hát köze nincs hozzá.
És ugye az az igazság, hogy webcímet, meg weboldalt bárki regisztrálhat bármilyen néven, ami egy picit is hasonlít. Nem. Tehát tessék a szolgáltatóknál, meg az Apple-nél Apple-ös oldalra jelentkezni. Maximum az iCloud és ugye az a gond, név van benne, de... Az a gond, hogy ugye az iPhone-okban kifejezetten ezért van benne ez a Find My iPhone nevű szolgáltatás, hogy ilyen esetekben, vagy hogyha úgy egyébként, még, tehát hogyha nem ellopják, de mondjuk nem találod, vagy ott hagyod valahol, akkor meg tudod nézni, hogy igen, akkor itt van a telefonom. És ez küldi a helyadatot, és akkor azt egy térképen meg tudod nézni egy másik készülékről, hogy a te telefonod hol van, be tudsz lépni, és akkor meg tudod nézni. Viszont, hogyha ezek az adatok kikerülnek, akkor az iCloud-ban módosítható akár, tehát tudod törölni, hogy hol van, sőt, át is állíthatod onnantól kezdve egy teljesen más iCloud-ra, és ugye ezt használják, hogy így van, belépnek. És hogyha kitörlik, vagy leszedik a te iCloud-adról ezt a telefont, ezt a készüléket, akkor onnantól kezdve... Sehogy nem tudod követni, sőt, tovább megyünk, a rendőrség sem, mert ugye a rendőrség valamilyen szinten egy... Hát annyival lehet még egy kicsit megspékelni a dolgot, hogy a szolgáltatók, meg a rendőrség, tehát a hatóságok ugye e-mail alapján mindamilyen tudják a telefonokat tiltani. Tehát az azt jelenti, hogy használhatatlanná teszik a telefont a mobil szolgáltatóhoz való kapcsolatra. Tehát nem engedik följelentkezni. Tehát az e-mail száma, egy e-mail alapján kitiltanak egy telefont gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy a világon sehol nem egy mobil szolgáltató sem fogja fölengedni a hálózatára. Na de ez csak a mobil szolgáltató. Hát attól még egy iPhone-t nem csak telefonálásra lehet használni, az ember használja Wi-Fi-vel vagy bármivel onnantól kezdve. Érted? Tehát a másik, hogy sajnos teljes szoftver reszettel, meg e-mail szám módosítással, mert erre is sajnos van lehetőség, az, hogy teljesen illegális, de meg lehet csinálni. Sajnos teljesen egy random generált új e-mail számot tudnak adni egy telefonnak, és onnantól ez megint használható, mert az meg nincs kitiltva. Igen. Tehát, mert azt nem figyelik érdekes módon egyébként, hogy ugye a telefonok, tehát hogy valós legyen az e-mail szám, mert annyi telefon, meg annyi eszköz van, itt nem csak telefonról lehet szó, hanem bármiről, ami följelentkezhet ugye egy mobil hálózatra, annyiféle ilyen eszköz van, hogy gyakorlatilag nem lehet minden egyes eszközt, meg naponta nem tudom hány ezer, vagy hány tízezer, vagy hány százezer darab telefon kerül forgalomba, vagy kiadásra, egyedi azonosító számmal természetesen, nem lehet minden számot felvinni rögtön minden mobil szolgáltatóhoz, hogy meg ez egyébként technikailag is most először ellenőrizze a mobil szolgáltató minden egyes bejelentkezés, hogy benne van-e ebbe az adatbázisba a telefon? Nem, azt ellenőrzi, hogy nincs-e benne véletlenül a tiltottak között. Tehát egyszerűbb a tiltottak kevesebben vannak azért, mint akik nincsenek tiltva, azt könnyebb egy picit ellenőrizni. Igen. Bár még ez sem valós idejű csomószor. Máté kérdezi, hogy kapott SMS-t, ha elhagyja a telefonját. Tehát nagyon egyszerűen. Biztonsági telefonszám. Így van, meg kell adni egy olyan kontaktinformációt, ahol egyébként elérnek ilyen esetekre, és ezt egyébként a telefonból, tehát hogyha valakinek a kezébe kerül így a te telefonod, és mondjuk eljut odáig, hogy fel tudja oldani, vagy nehogy Isten nincs is benne, vagy nincs is rajta, jelkód vagy ilyen zár, mert hogy ilyenek is vannak, ilyet is tudok, akkor simán belemész ide a beállításokba, és akkor itt meg tudod nézni gyakorlatilag azt, hogy... Igen, mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy... Ez a biztonsági telefonszám, hogy... és akkor arra küldik ezt az SMS-t, csak hogy befejezzem a gondolatot. Mondani. Igen, nem csak elgondolkodtam ezen, hogy ellopták a telefont, oké. És ott van egy lezárt telefon, hogy abban ők hogy mennek bele, meg honnan tudják, hogy hova kell küldeni a kódot, meg ilyenek. Tehát azért ez egy kicsit olyan... Ön érdekes számomra. Tehát vagy nem volt lezárva tényleg a telefon, vagy könnyen kitalálható volt a kód, vagy a jelkód. Igen, tehát mit tudom én, 1-2-3-4... Vagy lehet, hogy nem tudom, mert ez nem derül ki a posztból sem, hogy lehet, hogy telefonálás közben tépték ki a kezéből, ha láttunk már ilyet, és akkor ugye, és akkor ugye rögtön ott van az ő kezébe, már hogy a tolvajnak a kezébe, és fel van oldva, és gyakorlatilag és nem engedi lezárni, vagy rögtön megváltoztatja a jelkódot, bár az előzőt aztán meg kell adni. Tudni kell hozzá az előző jelkódot. Tehát nem engedi lezárni. Egyébként vannak erre már, nem akarok ötleteket adni természetesen, de szerintem vannak erre alkalmazások, meg ilyen appok, amik ezt, aki már idáig elfolyamodik, hogy ezt meg tudja csinálni, ilyen, annak biztos, hogy ilyen IT infrastruktúra áll a háttérben, hogy birtokában van ez a technológia. SMS üzenetet hamisítani, elküldeni rögtön, tehát ugye erre ki van alakítva egy rendszer gyakorlatilag. És akkor itt van ez a kamu térkép, meg ez az egész... Ez már egy komplet maffia. Ez az egész itt van, és
itt látható, hogy ott hogy, mutatja, hogy van a Clark Ádám téren, ugye? Mert hogy minden a, téren, minden a nullás kilométer kőhöz van, ami Budapest. Igen. És csak annyit tudsz, hogy Budapest, de nem konkrétan azonosítható, az a nullás mindig, kilométer mindig, minden vagy. Ott, és akkor ott van egy kávézó, és abban a kávézóban mutatja mindig ott a nullás kilométer kőnél. Szegény kávézósok. Sokan mentek oda már szerintem telefonért, van egy egyébként nekem egy időben szórakoztak a Facebook oldalammal, tehát próbáltak belépni, stb. Több, és mindig kaptam az értesítéseket, hogy akkor most, egyébként ezt meséltem is neked, igen, nem tudom, emlékszel. Igen, pár éve volt, de igen. Hát nem pár éve, mondjuk egy fél éve körülbelül, de jajaja, és szórakoztak vele, és mondtam is, hogy állandóan küldi a e-maileket, hogy most megpróbáltak belépni, stb. És akkor ott abban mindig van egy ilyen visszakövetés, hogy honnan léptek be, de hát nyilván nem tudta megmondani, és az is mindig ide mutatott. Hát mert csak annyi, hogy Budapest, és ugye Budapest az a nullás kilométerkő, az ott van bizony. Nem derült ki, hogy ki volt, de Irgun-Burgum elnye-benye, és természetesen nem járt sikerrel, de azért Irgun-Burgum elnye. Azt nem értem egyébként most tényleg, tehát hogy ez mindig mekkora biznisz ez a telefonlopás, hát egyébként, igen. Miközben egyébként valahol tök bonyolult dolog. De mégis de az egyik látjátok, legegyszerűbb már annyira történet. Rá specializálódtak páran arra, hogy már ilyeneket meg tudnak csinálni, ha mondjuk és nem egyedi esetről van szó. 5 vagy 6 ellopnak egy nap így, és ezt megcsinálják 5 vagy 6 emberrel. Tény. 6 sikeres ember. Tehát, hogy sikeresen megcsinálják, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván van olyan, aki, jó, aki de még akkor is ott rájön van az, arra, hogy ez egy ordas nagy kamu. De biztos, hogy mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, és hogy többen vannak azok, akik ezt elhiszik. Mert nagyon hivatalosnak tűnik. Nem vagyok benne biztos, hogy én rájönnék. Hát én rájönnék, vagy nem tudom, mert hát itt most érted, mi történik, hogyha ellopják a telefonodat? Nem tudom, mert nekem sose lopták a telefon, ne is lopják el, de nekem az ember ilyenkor mit csinál? Mit csinál alapvetően? Fölhívhatod a rendőrséget, ugye bejelentheted, ha tudod az e-mail számát a telefonodnak, akkor ugye kapásból elő kell keresni a telefonodnak a papírjaid, ezért nem szabad kidobni ugye ezeket, és akkor az e-mail szám alapján be tudod jelenteni a rendőrségen, a rendőrség ezt továbbítja a szolgáltatóknak, az általában egy napon belül, vagy lehet, hogy még gyorsan pár órán belül ez megtörténik, de a szolgáltatót is felhívhatod egyébként ez ügyben, és letiltják. Csak ők azt hiszem rendőrségi feljelentéshez kötik, tehát ne a szolgáltatót hívd rögtön, hanem a rendőrségen tegyél feljelentést, és az a feljelentéssel menjél be a szolgáltatóhoz, vagy valami, és akkor tudják letiltani a telefonodat. Úgy, de ez igazából csak annyi, hogy nem jelentkezhet fel a hálózatra, ami effektív használhatatlanná teszi onnantól kezdve a készüléket, legalábbis telefonálásra. Igen. Csak hát ugye az előbb is azt mondtuk, hogy hát most egy iPhone, meg egy mai okos telefon az nem csak telefonálásra alkalmas, tehát innentől kezdve ez a kisebbik probléma. Aztán ugye vannak ezek a Find My Phone, meg Androidon is van ez a telefon, hogy eszközkereső történet, amivel elvileg meg tudod keresni a telefon, tudod távolról törölni az adatait, ha ugye be van kapcsolva és lekövethető a készülék. És ha továbbmész és rendőrségi feljelentést teszel, sajnos egyébként a tapasztalat az, már úgy tapasztalt, hogy ismerősöktől, akitől hallottam, hogy ellopták, sose lett meg, a rendőrség nem igazán foglalkozik vele, már úgy nem foglalkozik vele, hogy nem tudnak mit csinálni, mert ha kikapcsolják a telefon, már pedig általában a legtöbb esetben, kivéve ezt, mert itt máshogy nem lehet megoldani, azt a telefont az biztos, hogy kikapcsolják, hogy követhetetlen legyen. Mert ha ki van kapcsolva egy telefon, akkor nem lehet követni, hogy hol van. Van egyébként az Apple-nek erre is egy forgatókönyve, úgynevezett iCloud zárat lehet rátenni a telefonra. Igen, ez és ezt... amint hálózatra ér, lezárja. És igen. Igen, ez az és úgy, és az úgy lezárja, hogy azt utána nem lehet leszedni arról az iCloud hát, fiókról, tehát azt csak te magad tudod feloldani. Az a baj, hogy ezek a kis e-promok, amik tárolják az információkat a telefonon, ez egy telefonszervizesnek, vagy aki ért hozzá, már pedig aki ilyen specializáló biztos, hogy ért hozzá, ez egy ilyen kis chip. Fogja, szétszedi a telefont, kiszedi ezt a kis chipet, beletesz egy újat, és olyan, mintha egy vadi új telefon lenne. És egy ilyen kis chip beszerzőjáron pár ezer forintba kerül, pár ezer forintban van egy olyan telefon, amiről büdös életben nem mondják meg, hogy lopott volt, stb. Tehát, hogy nem akarok ötleteket adni, de az igazság, hogy vigyázzunk a készülékeinkre, mert tényleg nagyon sokan ezt meg... Androidnál meg még csak ez se kell. Az igazság. Az androidos telefonokat azt fogod kábelre, rádugod bizonyos programokkal, netről le lehet szedni ilyen programokat, szanaszét lehet hackelni a telefont. És még csak illegálisnak sem mondható, mert ugye mint nyílt oprendszer, bár ez a rész, ez ilyen jellegű, félig meddig hardveres módosítás, ez azért akárhonnan is nézzük illegális. Még ha maga az operációs rendszer módosítása nem is az,
Szóval, na mindegy, nehéz ügy ez, meg most beszélhetünk róla még tényleg erről is órákig. Vigyázzunk az eszközeinkre, ne hagyjuk el, ha meg elhagytuk, akkor a legelső dolog, ami történik, az az, hogy a rendőrséget hívjuk fel. Tudom, ha nincs olyan telefon, hogy hívott fel, erre vannak még a telefonfülkék, vagy a barátok, vagy nem tudom, amint tudod. Vagy menjél be egy rendőrségre, az is egy megoldás. Bár tény, hogy kellene az e-mail, az meg valószínűleg otthon van, ha megvan egyáltalán, ugye egy csomó ember nem tartja meg ezeket a papírjait, meg nem tudom, de kidobálja. De egyébként azt hiszem, hogy konkrétan az iPhone esetében talán egyébként a dobozon is rajta van ott. Na jó, és meg van a dobozon, neked a telefon. Neked, de hidd, hogy nagyon sok embernek nincs meg. Kidobálja ezeket, a szerződéseket, papírokat, mindent. Hát hogy ne? Hogyha mondjuk én mondjuk egyszer majd úgy gondolom, az is egy megoldás. Én majd egyszer úgy gondolom, hogy el akarom adni ezt a telefont, akkor én természetesen csak dobozával, minden tartozékával együtt. Ha egyszer úgy gondol, de te erre készülsz, meg te elővigyázatos vagy, meg ebből a szempontból te egy pedáns ember vagy. De hidd el, én, tehát nagyon sok ember nem foglalkozik ezzel. Most egyébként magamról is beszélek, én sem tudom, hogy hol a telefonomnak a doboza. Lehet, hogy megvan, de az is lehet, hogy nincs meg. Én tudom, nekem ott sorakoznak a szekrényen. Nekem is van, de már annyi telefondoboz, hogy lehet, hogy olyan telefondobozom is megvan, ami az már nincs is meg a telefon, de a doboza még megvan, de lehet, hogy ennek például fogalmam sincs, hogy hol van a doboza. Hát, hogy innentől kezdve, de mindegy, mert az e-mail számot ki lehet olvasni a telefonból, akkor olvasd ki a telefonban az e-mail számot, és írd fel magadnak valahova a Google Cloud-ot, Keep-edbe, vagy ahova szoktál magadnak jegyzetelni, oda írd fel, és már megvan oldva a történet. Tehát az a lényeg, hogy mindenképp írjuk fel az e-mailt, jó? Az az elsődleges. Hát igen. Meg, legalább, de nem, legalább... nem, az az elsődleges, hogy vigyel, mindenki vigyázzon a telefonjára. Hát persze, kész. Vagy ne vigyen magát a telefon. De hogyha véletlenül mégis, akkor... Akkor ja, vagy ne vegyünk drága telefont, mert ha esetleg ellopják, akkor nagy a kár. És hát egyébként át tudok is, kötni. Hogy akkor most kössünk át egy ilyen zseniális átkötéssel egy másik témára, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy itt a legutóbbi piaci trendek alapján most már nem a csúcstelefonokat veszik az emberek, vagy legalábbis sokkal kevésbé a csúcstelefonokat veszik az emberek, mint volt ez mondjuk akár csak néhány évvel ezelőtt, vagy hát konkrétan tavaly. Igen, mit gondolsz, mi az oka ennek? Mi az oka ennek? Hát szerintem több oka is van. Nem az, hogy ellopják, bár ez is benne van a pakliban, hogy jobban féltik az emberek. Ugye most nem azért vetted, hogy a vitrínbe tartsad lezárva, lézer csóvákkal körülvéve, meg nem tudom, hogy ne lopják el, hanem az, az igazság, hogy azért van ez így. Ezért is van így, igen, mert drága, és minél drágább, annál jobban félted, úgymond. Amivel persze még önmagában nincs baj, mert ez legyen is így. De igazából az ár az egyik, a másik meg az, hogy nem ér annyit. Tehát az, hogy most egy csúcstelefon, ami tud mindent, nem, rájöttek az emberek, hogy nem kell nekik azért feltétlenül mindenre a telefon. Tehát tök jó dolog, hogy ott van, és bármikor hozzányúlhatsz, és tök jó, hogy a leggyorsabb, legalábbis tudatod szerint a leggyorsabb, hogy akkor ez most egy csúcstelefon, és akkor ennél jobb most úgyse lesz, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy fél év múlva kiadnak egy jobbat, meg egy másik gyártó, stb. Tehát, hogy a csúcstelefon az éppen aktuálisan csúcs, lehet, hogy mire egyébként megvennéd, már nem azt, tehát ez igazából csak egy ilyen státuszszimbólum, hogy csúcs egy telefon, nem csúcs egy telefon, és tök felesleges csúcstelefon, ha arra használod, hogy Facebookozol rajta, e-mailezel rajta, telefonálsz rajta, stb., mert azt egy gagyi telefonnal is meg lehet csinálni. Meg egy idő után átesünk arra izére, hogy felesleges hiper-szuper csúcstelefon, ami most éppen a leggyorsabb, amikor az adott játék, mondjuk amíg játszol is vele, mert esetleg ilyesmire is használod, egy középkategóriás telefon, és ugyanúgy elfut az a játék, akkor minek a csúcstelefon? Tehát miért nem tudod kihasználni a csúcstelefonnak a csúcsságát? Hát egy részben egyetértek egyébként. Én ezt gondolom. Részben. De én mindig is így gondoltam, tehát én sosem vágytam csúcstelefonra. Abból a szempontból van értelme szerintem felső kategóriás, vagy hát idézőjelben csúcstelefont, vagy hát zászlós hajó telefonokat venni, mert mondjuk például aki olyan, mint például én nagyon sokat használom ugye a telefonomat, és én azt akarom, hogyha nekem van egy telefonom, akkor azon tényleg mindig minden menjen, az egy dolog, de hogy az mondjuk még 3 évig telefon legyen, vagy 5 évig telefon legyen. Hát az, nagyon sokat mondasz, az öttel a három a szó, de mondjuk itt igazából három évig nem húzza ki egy telefon szerintem. Már hogyha kihúzhatja, ha tényleg úgy vigyázol rá, mint a híves tojás. De jönnek mindig tehát, csak mondjuk
tehát most arra felértem, hogy de akkor inkompatibilis most... lesz egy idő után. Oké, de azt mondom, hogy mondjuk tehát jönnek az új készülékek, azt mondod, hogy fél évente, évente jönnek ki mindig az új és újabb készülékek, amik gyakorlatilag mindig jobbak. Vadkapitalizmusban élünk, ez logikus. Tehát, igen. Nem, de mondjuk, hogyha te megveszed az egyiket, évente, nem öt készüléket. De ha te mondjuk megveszed az egyiket, akkor nem feltétlenül szükséges mindig megvenned az újat. Érted, mit mondok? Értem, amit mondasz, hanem ráérsz csak két vagy három év évente váltani, és akkor még mindig jól működik az, amit megvettél három évvel ezelőtt. De az igazság, hogy ez ugyanúgy igaz egy középkategóriás telefonra is, Dani. Hát ott tehát azért már hamarabb kezd el lassulni. Nem kezd el ugyan. Ne. Tehát az a baj, hogy átléptünk, vagy átértünk egy olyan szintre, amikor ez az egész gyorsabb, ezek ilyen varázsszavak lettek, ami igazából miben? Az, hogy a benchmark többet mutat. De nem. Az én telefonomon is ugyanolyan gyorsan elfut egy játék, mint, és ez már egy nagyon régi telefon például. Ugyanúgy lehet rajta böngészni, ugyanúgy fut rajta a Facebook. A hétköznapi használat során nem igazán érzékelem azt, hogy lassú lenne. A memória az lehetne benne több, mert ha több mindent futtatok, akkor egy picit érzem, hogy lassú az alkalmazások közötti váltás. De ez az, amit érzek maximum. De ez kezdetben is így volt, annyi különbsége, hogy kezdetben nem volt ekkora a hardware igény egy-egy alkalmazásnak, meg kevesebb memóriát zabált, és talán egy picivel gyorsabb volt ezáltal a váltás. Most, hogy ugye növekedik az alkalmazásoknak a hardware igénye egy picit, így érezhetően egy idő után valóban lassabb. Tehát ez kétségtelen így van. Na de ez egy nagyon régi telefon, tehát én pont a példának a negatív, a legszélén állok, te meg mondjuk te is középen tartasz, igen, mert az is egy két éves telefon. De hogy a csúcstelefonhoz képest, én azt gondolom a középkategóriás telefon, de aktuálisan csúcs, tehát úgy értem, hogy csúcs, hogy adott évben kiadott középkategóriás telefon. Tehát új telefon, de nem csúcstelefon, azok szerintem simán ugyanúgy pár évig használhatók lesznek, mint a csúcstelefonok. Tehát itt mindenki, persze itt nem akarom azt mondani, hogy mert mindenki eldönti, hogy mire költi a pénzét, nincs nekünk jogunk ezt még csak véleményezni sem igazából, mert kik vagyunk mi, hogy véleményezzük. De hardware szinten, tehát a teljesítmény szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül indokolt. Mindenki a saját mértékéhez képest, meg amit megengedhet magának persze, de saját magadnak kell eldönteni, hogy neked mik az igényeid, és ahhoz mérten kell készüléket választani. Nekem sosem voltak egy telefonnal kapcsolatban olyan igényeim, hogy én csúcstelefont vegyek magamnak. Mert nem. Tehát sokan jönnek itt igen azzal, hogy hát igen, de a kamera például az fontos. Kétségtelen, hogy a csúcskategóriás telefonoknak a kamerájuk is csúcskategóriás, sokan ezért vesznek telefon. De én például sosem szoktam a telefonomat nagyon fotózásra, az élményfotózásra, igen, hogy lövök vele egy-két képet, vagy ha kell, akkor oké, de nekem az a minőség is megvan, ez a telefon tud, mert tökéletesen jó minőség. Most az, hogy az újabb telefonok már ilyen hiper, szuper, meg négy kamera van benne, meg mélység, meg mit tudom én, széles látószög, meg portré mód, meg lassított felvételek, most őszintén, arra meg azért az is elég csomó. Menő. Tök menő. Mikor csináltál utoljára a telefonoddal lassított felvételt? Fél éve? Hát kb. Na. Nem, olyan nem gyakran használ minden nap erre arra azt a funkciót tényleg, hogy ennek ez megírja. De ez menő. Azt. Tök jó, hogy benne van egy csomó. A menő dolgok azok tipikusan az a dolgok, amiket oda néz, mindenkinek villogsz vele, gizdulsz vele, és öt nap múlva azt se tudod már, hogy ezt a funkciót tudja. Mert nem használod ki. Na jó. Szabad ne feled, nagyon fontos kérdés. De egyébként záporoznak a hozzászólások, úgyhogy majd mindjárt foglalkozunk azzal is, de most az elsődleges kérdés az, hogy működik-e a Skype meg a telefon, mert... Hát a telefonról nem tudok nyilatkozni. Jelezték a nézők, hát hogy a Skype nem, az... nem vesszük fel a telefont, meg hogy a Skype-ban meg nem vagyunk bejelentkezve. Be vagyunk jelentkezve, sőt látom is, hogy hívtak. Jelez? Nem jelez. Aha, igen. Nem jelez. Újra van instálva a gépem. Bezony. Komolyan én hittem azt a múlt, hogy én vagyok a hülye, hogy vagy a gépem szar, bocsánat, nem én vagyok Gergő a hülye. Gergő akart minket és hívni ennyi. Egyébként, ott van hatszor próbálkoztál, most hívjál, mert most már figyelünk. Itt van előttem a képernyő, hogy most látom-e, ha hív valaki, de most tényleg. Így nézem most a képernyőt.
Mert hogy nekem úgy egyébként nem jelzi, hogy így kidobná, vagy ki, föl, mint régen, följött középre egy igen, ablak, és akkor hívásokat. Szólt, hogy hívnak, most szól, igen. Nem szól. Igen. Ott jön, aztán látom a nem fogadott hívásokat. De semmi. Hat. Úgyhogy ha még itt vagy, akkor most tudsz minket hívni, és akkor tudunk beszélni, de egyébként... Hát visszahívom Gergőt. Na, Gergő. Fú, ezt írt fel. Hát most meddig? Tehát ezt írt fel. Végül itt, várjál, kicseng. Itt kicseng Gergő nekünk. Ha? De mondjuk nem hallunk még, de azt majd mindjárt megpróbáljuk itt orvosolni. Halló? Szervusztok! Hello, na, szia! Szia! Próbáltalak titeket hívni, azt hittem, hogy nem lehet hozzászólni az adáshoz, ezek szerint akkor mégis. Biztos, persze, hogy hozzá lehet, csak mondom, nem jelez ez a nem fránya látta, Skype. Hát, Vendi akkor valamit csinálja. De mit csináljak? Hát én már újra húztam a gépemet is. Hát mit csinálják? Egyszerűen szar a Skype. Tehát én semmit nem csináltam vele már korábban sem. Azt hittem biztos a gépem szar, de már 500-szor akkor is újra húztam a Skype-ot. Most már az egész gépem újra van húzva. Vadi új rajta a Skype, gyakorlatilag, és ez se jelez. Hát igen. De ezt többeknél már olvastam utána, másnál is probléma ez. Ezek szerint csak a Skype olyan, aki folyamatosan ott ül a gépet, és nézi, hogy mikor hívják őt. De most tényleg, mert különben nem érnek el. Tehát, hogy igen, lehet. Tipikus Microsoft termék. Igen. Na de, azért is hívtalak, mert közbe akartam szólni, és szabadba akartam vágni, Wendy. Ugyanis... egy valamit elfelejtettél, a cella információt. Nem csak e-mailszer. Igen, tehát az alapján is tudnak keresni, bocsánat, igen. Így van. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye kikapcsolt állapotban a belső óra működik-e, vagy a rádiós interfész, itt az a lényeg. És az órának nyilván ketyegnie kell, és praktikusan nulla fogyasztás mellett ez is történik. Na most... ugye... Na várjál, Geri, azért ez kezd egy kicsit átmenni ilyen Conteo-ba, meg Enigmába, meg nem tudom, hogy mert kikapcsolt miért? Állapotban milyen rádió, és ha kiveszem az aksit, akkor milyen rádió működik? Vagy mi? Bármi, tehát hogy... Tulajdonképpen a lényeg az, hogy a cella információ, az azt jelenti... Én tudom, mi a cella információ, a... tehát hogy... Csak nem így használjuk. Tehát én értem, háromszögeléssel a szolgáltató be tudja mérni a telefon gyakorlatilag körülbelül olyan 30-50 méteres pontosságra. Hát nem éppen, csak mondjuk a rendőrség is meg tudja ezt tenni. Hát a szolgáltatókon keresztül, persze. Tudom, miről van szó, bár ez nem teljesen cella információ, a cella információ az egy szolgáltatás egyébként, hogy nagyon régóta nem használnak, pedig használhatnák. Régen használták időjárás, közlekedési információk, hogy jöttek SMS-be, vagyis ilyen cella információs üzenetek a telefonra. Manapság ilyen már nincsen, vagy nem használják. De értem, amit mondasz, viszont ez be kell, hogy legyen kapcsolva a telefon, és fel kell, hogy legyen jelentkezve egy hálózatra. Mondjuk az, hogy fel kell, hogy legyen jelentkez, az nem feltétlenül, de egyébként szerintem igen. Tehát kontaktálnia kell a hálózattal. Egyetlen egy kivétel van ez alól, hogy amikor segélyhívsz, mert ugye azt gyakorlatilag hálózatról feljelentkezés nélkül is lehet, amint indítasz egy segélyhívást, a telefonod automatikusan az elérhető legnagyobb térerejű, hogy úgy mondjam, hálózatra feljelentkezik és elkezd rajta segélyhívni. És akkor már be tudják mérni. De egyébként, ha nem vagy feljelentkezve egy hálózatra, nincs az a... nem tudnak bemérni. Pláne, aki van kapcsolva a telefon. Tehát ez Conteo, ez... sok helyen lehet ilyet olvasni, ez fals, ez kamu. Oké, akkor térjünk vissza, igen? Amit a mellette ülő fiatalembernek, nem teszem, hogy most írtam a neve. Szia, Dani vagyok. Mi csak 3 éve dolgozunk Dani. Együtt. Ja. Igen, jó, na, elfelejtettem, értem. Szóval dobjuk fel akkor vissza azt a témát, amit Dani mondott, ugye ellopják az Apple iPhone-t. Ugye értelemszerűen, aki ellopta, az hozzáfér a telefonhoz, tehát már ugye ezzel a bizonyos jelszóval feljelentkezik mondjuk akár egy hálózatra is. Innentől fogva akkor lekapcsolható a személy, akinek az iPhone van, nem? Most nem értjük. Tehát mondjuk itt egy telefon, itt a Dani telefonja, tessék. Én most elloptam. Nagyon jó. Vegyük így. Hát ebbe én bejelentkezni se... Jó, itt a telefon, tessék. Le van zárva a telefon. Mit tudok ezzel a telefonnal csinálni igazából? Kikapcsolni ki? Tudom például így? Ilyen állapotban? Most bocsánat. Ja nem, mert ez a bizé gomb, a Siri gomb. Hol ez a kikapcsoló egyáltalán? Hát én nem is értek. Nekem értelme nem lenne ellopni egy iPhone, mert azt sem tudom, hol a kikapcsoló gombja. Hogy kell kikapcsolni, Dani?
De ne oldj föl, ki, föloldás nélkül hát, kikapcsolható? Úgy nehéz. Hát nehéz, de kikapcsolható? Ki? És akkor is azt mondom, hogy kikapcsolok, hogy kikapcsolom. Ki? De ne kapcsolok okay. ki, nem kapcsolom ki, de mondjuk, hogyha én ellopnék egy telefont, az elsőnek kikapcsolom. Ugye, hogy nem működjenek benne az általad említett rádiófunkciók, ugye, mert hogy akkor vagy legalább lejelentkezni a hálózatot, de nem tudok belelépni, akkor inkább kikapcsolom, nem? Na most onnantól okay. kezdve, folytasd a gondolatodat, hogy mit akartál mondani ezzel. Tehát, oké, Wendy, te elloptad a Dani telefonját. Igen? Rendben van. Kiszeded tőle a... Hogy? Ezt a jelszót. De hogy szedem ki tőle? Tehát én azért mondom, hogy ezt azért kezelj fenntartásra, ez az egész hírt egyébként, amit most végigment egyébként, és mi is elmondtuk. Mert itt egy telefon, nem tudom, honnan tudnám a telefonszámát. Hogy én, vagy a telefonnak még nem, tudom is. Nem, mindennek az az alfája és az omegája, hogy, ezt a telefont a fel kell valahogy oldani. Kell, fel kell oldani, vagy nyitva kell lenni a telefonnak ahhoz, hogy abban bármit is tudjál csinálni. Lezárt, hát, vagy kikapcsolt állapotú telefonnal nem lehet megoldani ezt. Szerintem. Fel lehet, rádugod a laptopra és pillanatok alatt egy program segítségével föltöröd. Tehát ma már nincs olyan telefon szinte vendi, azt azért tisztázzuk le, amit nem lehet föltörni, mert minden telefont föl lehet törni. Ebben lehet már. Na látod, ezt már inkább elhiszem. Ez igen. Tehát ezzel egyet ezt tudok érteni. Ezt már inkább elhiszem. Sőt, ha jól emlékszem az iTunes, ha hozzákötöd, akkor talán fel is oldja a telefon. Mint ha lett volna valami ilyen probléma még régebben. És hiába mondják azt, hogy márpedig az Apple iPhone biztonságosabb, mert szabad forráskódú, rendben van, lehet, hogy biztonságosabb. Zárt forráskódú. Zárt forráskódú, bocsánat. Lehet, hogy biztonságosabb, de ugyanúgy feltörhető, mint bármelyik más telefon, legyen az ilyet, vagy zárt forráskódú, teljesen mindegy. Sőt, olyan szinten igaz ez egyébként, hogy bár ez biztos most szívják majd a fókat, ha elmondtam ezt így azok, akik Apple fanok, hogy szerintem még jobban feltörhető, mint egy Android. Már csak azért is, ugye? Mert azért is, mert ugye az a hátrány, ami az előnye. Tehát, hogy csak egyféle, vagy csak párféle hardware van, amivel kompatibilissé kell megírni hozzá mindent, akár a hackert. És ezért sokkal jobban van optimalizálva, gyorsabb, és jobban lehet használni. Pontosan így van, és pont ezért lehet gyorsabban feltörni is, nagy valószínűséggel, amúgy. De nem feltétlenül igaz, mert az Androidot meg nem kell feltörni, tehát hogy azt fel se kell törni, nem kell az adat, ami rajta van, ezt a telefont kikapcsolt állapotban ellopod valakitől, és gyakorlatilag rádugod egy gépre, és ráteszel egy új oprendszert, és használod. És soha senki nem mondja meg, hogy ez lopott volt. Hát, ennek egyetlen egy hátránya van egyébként, hogy így van az e-mail szemben. De az is módosítható, csak azért nem akarom ezt így túl biztosan kimondani, mert még végül majd számon kérik rajtam, és nekem már egyszer ebből volt bajom. Szóval úgy tudom, hogy az módosítható, bár ez nem legális. Tehát, hogy nem én tudom. Onnantól kezdve. Bocsánat, még egyszer, csak hogy így mondjam, hogy bizonyíték. Te nem tudod. Tehát én nem tudom, hogy lehet módosítani, jó? De tudom, hogy tudják módosítani, mert már hallottam erről. Még mielőtt ezt majd megint a bíróságon kell megmagyaráznom. Tehát megint? Inkább itt kell megmagyaráznom, hát már egyszer kellett. Jó, nem akarlak én semmilyen zűrzavarba belekeverni. Hát ne is. Nem is azért dobtam fel ezt a témát, de tényleg, tehát ha már nálad van, tehát akkor visszatérve, elloptad a Daninak a telefonját, tessék. Várjál, mondod már, ez is ilyen. Szóval nem loptam el, csak úgy csináltam. Jó, úgy csináltam. Tegyük fel, hogy ellopom a Dani telefonját, nem, már ez is fenyegetőzés. Várjál. Tegyük fel. Jó. Képzeljük el azt a szituációt. Nem tudsz, ebben már nem jössz ki. Gábor, írjuk ki, hogy most csak fikció, ami elhangzik. A kép csak illusztráció. A kép csak illusztráció, igen. Na igen? Hú, Jézusom. Tehát rádugod a laptopra azt a telefont. Igen? Onnantól fogva, hogy feltöröd, onnantól fogva te már tudod használni. Mert feltörted. Tegyük fel, hogy feltörted, és onnantól fog már tudod használni. Na most az a baj, ezek mind feltételezések, Geri, én elhiszem, meg valószínűleg egyébként az elméletben így is van. Gyakorlatban meg azért a San Fernando-i lövöldözőről tudjuk, hogy nem tudom, az FBI hónapokig próbált
egy félig illegális módon már egy céget megbízni, hogy az adatokat, tehát hogy feltörjön egy telefont és adatokat tudjon róla leszedni, és nekik se sikerült, csak hónapokkal később, tehát minden szálat megmozgattak. El van törve a telefonon? Nem, most csak a fólia. Vissza. Jó, bocsánat, csak innen így megcsillant. Szóval, hogy azért ez a, csak rádugjuk és feltörjük, ez nem ilyen egyszerű azért, tehát hogy és hála Istennek nem ilyen egyszerű. Jó, Wendy, ha ma már azt megcsinálják, hogy a farzsebedben lévő bankkártyádról leolvassák az adatokat a tetutott biztos, nélkül. Biztos, hogy nem csinálnak ilyet. Ez is kamu. Nem tudnak ilyet csinálni. A farzsebemben lévő... Hogy vagy mi? Oda tesz egy telefont és leolvassa róla, amit? Itt vagy? Azt mondja, gyenge a hálózati kapcsolat. Az enyém? Az biztos. A gigabites internet? Halló? Itt vagy, Geri? Hát akkor nem tudom, akkor újra hívunk, jó? De mindegy, igazából túlbeszéltük ezt, elmélkedünk. Tehát Geri is elmélkedik, meg mi is elmélkedünk, azért ez nem ilyen egyszerű ez a történet. Na menjünk tovább. Menjünk tovább egyébként. Nagyon sok hozzászólásunk van, úgyhogy megint tényleg menjünk tovább. Egyszerűen az adás, ez egyébként elég két témát hozni, már rájöttem. Mindig összegyűjtünk 10 témát, tök felesleges, és nagyon sokra nem jut idő, igen. De ami nem baj, mert inkább beszélgessünk, mint hogy most itt rohanjunk a témák között. Húha. Igen? Miklós, igen, de ez a Find My iPhone és az Android Find My Device készülék kereső csak akkor működik, hogyha az adott keresett telefon online. Ha offline, nincs neten lemerült, akkor azt nem találod meg sehogy. Hát ezt mondjuk mi is, igen. Sanyi kérdezi, hogy például én, ha felmegyek egy adott oldalra, akkor hogy tudnám magamat elrejteni, ez nagyon off topic, elrejteni az emberek elől, jó, most nem a rendőrség elől, hanem a személyektől, köszönöm. Hogy mi? Elrejteni, hogyha te felmész egy adott oldalra, ezt nem egészen értjük szerintem. Tehát az a felmegyek egy adott oldalra, ez mit jelent? Hogy most te most beírod, hogy... De megnézni egy weboldalt, hogy ne maradjon nyoma. Sehol. Inkognitó mód. Hát azon a számítógépen nem lesz nyoma, de a szerveren, amihez kapcsolódtál, ott biztos lesz nyoma. Hát az nehéz egyébként a így ebben a formában. Olyanok, amikkel lehet olyan, vagy nem kell... Persze, adjunk ötleteket. Ne, hát most ezzel aztán sok ötletet adtam, valószínűleg aki ilyen mit kérdez, már csak próbálta, ha nem, meg akkor meg tudja találni a megoldást, és úgyis megpróbálja. Inkább a miértje nem világos számomra, bár az legyen a te dolgod akkor, hogy milyen olyan dolgot akarsz egy weboldalon megnézni, hogy azt ne tudja senki. De ne legyenek kétségeink egyébként, ezek is visszanyomozhatók a maguk módján, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal inkább erre állnak rá a különböző nemzetbiztonsági hatóságok mostanában. Tehát ne ringassuk magunkat azokba a hitekbe, hogy majd itt, hogyha darkneten keresztül csatlakozunk föl, meg mit én, ilyen proxikon keresztül, akkor nem vagyunk visszakövethetők, mert minden, de a VPN is minden visszakövethető. Más kérdés, hogy sokkal bonyolultabb visszakövetni, de higgyétek el, hogy a megfelelő hatóságoknak, ha egyáltalán olyasmiről van szó, megvannak az eszközeik arra, hogy ezeket is visszakövessük. Most az, hogy 8 számítógépen keresztül jutsz el egy adott helyre, hidd el, hogy az a 8 számítógép egyenként visszakövethető. Tehát, hogy meg lehet ezt oldani, még ha ez egy nagyon bonyolult folyamat is, és nem is azért, mert megnézel egy weboldalt, attól még nem szokott bajba kerülni az ember. Ha már csinál valamit azon a weboldalon, akkor már inkább. Aztán László írja nekünk, hogy nekem a szolgáltatóm telemarketinges megkeresésekkel kapcsolatosan azt az információt adta, és figyeljetek, mert ez nagyon fontos, hogy ők kiadják díjazás ellenében a te telefonszámodat, vagy az adataidat különböző telemarketinges cégeknek, akkor kivéve, hogyha ezt te előzetesen, tehát ha nem ezt a szerződésben nem tiltod meg nekik. Igen. Tehát, hogyha valaki nem akar ilyen megkereséseket, akkor szépen beslattyog a adott céghez, tehát a szolgáltatójához, és akkor megmondja, hogy jó napot kívánok, én akkor nem szeretnék. De szerintem ezt lehet, hogy a ügyfélszolgálaton, tehát hogy a telefonon is meg lehet csinálni, vagy neten keresztül, alkalmazások keresztül sem tartom kizártnak. De igen, tehát egy csomó ilyen cég szerez kontaktokat, telefonszámokat, ugye, amit hát te is mondasz. Egy csomó ember megadja, csak aztán utána a hőbörög. Mert miért adja meg? Azért, mert nyereményjáték keretében, vagy ugye apró betűs rész, most nem tudom, 20 000 forintos készülék kedvezménnyel megveheted a legújabb, nem tudom, készüléket, de
ilyen és ilyen célra felhasználják az adataidat, stb. Stb. Ha ezt nem fogadod el, nem kapod meg a kedvezményt. Ez mindenki akkor... azt szoktam mondani, hogy jó van, az mindegy, most visszatérünk. Elfogadjuk el, az a 20 000 forintos kedvezmény. Visszatérünk mindennek a kiinduló pontjához. Az origójához. Az origójához, ahonnan indult az adás, el kell olvasni a felhasználói feltételeket. Az apró betűs rész. Igen, csak az is egy olyan dolog, hogy apró betűs, nem is, én például nem is látom. Tehát, hogy most hogy olvasok egy apró betűs részt, nem látom. Ez hát egyik. A másik, hogy igazából most ha bemész egy szolgáltatóhoz előfizetést kötni, mondjuk, és eléd raknak egy 24 oldalas szerződést, te azt most ott egyenként elkezded, viszel ügyvédet is, meg minden, nyilván meg a szövegezés nem. Olyan. Nem. Nyilván nem. Kötelessége lenne, és ez viszont már emberi, idézzétem a mulasztás, vagy nem is tudom, kérdése, vagy emberi kérdés, hogy a szolgáltató részéről az üzletkötőnek igenis kötelessége lenne ezekre az adatvédelmi dolgokra felhívni a figyelmet. És inkább ez itt a probléma, ezt nem minden esetben szokták megtenni. Vagy nem megfelelően, mert siessünk, minél gyort neki, az az érdek, hogy minél több szerződést kössön, mert ugye abból kapja a jutalékát valószínűleg, és így tovább. Tehát ez itt a probléma, viszont mi is lehetünk annyira elővigyázatos, hogy rákérdezünk ezekre a dolgokra, hogy hol itt a buktató, ugye? Tehát amikor bemész, és a bankoknál is ott szépen, amikor ilyen THM, meg 0%, meg nem tudom, jó napot kívánok! Én szóval érdeklődök, hogy hol itt a buktató. Tessék nyugodtan megkérdezni ezeket a dolgokat, utána olvasni egyébként. Amúgy teszem hozzá, az a másik fele, és ez tényleg megint csak jó tanács, hogy most ezt elbagatalizáltuk persze, mert nem ott fogod elolvasni a felhasználói, vagy a szerződést gyakorlatilag. A szerződések általában letölthetők az adott szolgáltató oldalán. Persze, de ezt először el kell fogadni, tehát alá kell írnod ahhoz, hogy... Miért elolvasod? Nem. Vagy letöltöd? Igen. Nem, ahhoz nem kell. Felmész bármilyen szolgáltató, hát ez törvényi kötelezettség, bármilyen szolgáltatás vagy szolgáltató oldalára felmész, legörgetsz, általában az alján van, ASF. Ott az egész ASF. Tehát ráérős idődben, ha nagyon akarod, még mielőtt bemenni a szerződést kötni egy adott szolgáltatóhoz, el tudod olvasni ezt a szerződést egyébként, amit alá fognak majd veled iratni. Csak ki, arra se veszi az ember a fáradtságot, és nem is, nem ez a lényeg, csak utólagosan. Hogyha nem vagyunk tisztában ezekkel a dolgokkal, már pedig biztos, hogy leírják az ASF-ben, akkor utólag nem tudsz ezzel mit kezdeni, hiába kifogásolod, nem tudsz vele mit kezdeni. És sokan utólag hőbörögnek, hogy jaj, ilyen kötbért kell fizetni, meg mit tudom én, de azért elfogadja a hűséget, mert akkor olcsóbb a telefon, meg mit tudom én, de azért most már jött egy másik szolgáltató, egy másik szolgáltató a kedvezmény, és most átmegyek oda, de nem tudsz átmenni, mert még egy év hűséged van, és akkor balhézik az ügyfélszolgálaton, hogy már pedig ő el szeretne menni, mer és izé. Ember, aláírtad, hiába balhézol, attól még nem fognak elengedni, vagy elengednek, csak kifizettetik a kötbért. És ilyenkor az ember hiába csapkodja az asztalt, te szeged meg a szerződést innentől igen. Kezdve. Érted? Tehát magadra haragudhatsz maximum. Hát erre van egy nagyon idevágó hasonlatom, hogy aki annak az áll, utcára áll, az ne csodálkozó, hogyha felveszi egy autó. Csak nem ezekkel a szavakkal. Konszolidáltan mondta, de szerintem mindenki érti. Elmondhatjuk csúnyábban is, csak nem fogjuk, mert akkor még egy jó ideig megint nem találkozunk valószínűleg. Most azt elmondtuk volna. Na, viszont sajnos le kell zárnunk. Hát le kell sajnos, igen, mert vége a műsornak. Köszönjük szépen a figyelmet. Reméljük, hogy hasznos témákkal jöttünk nektek, úgyhogy találkozunk jövő héten is. Én Restarttal itt leszek hétfőtől csütörtökig, és pénteken majd extrázunk. Extrázunk valahogy. Valahogy, valakivel, ez majd mindig így eseti megállapodás kérdése. Úgyhogy jók legyetek, jó hétvégét, jó pihenést, jó bulizást, ha mentek bulizni, használjátok. Vigyázzon magára mindenki. Igen, és így tovább, sziasztok. Sziasztok.